A karitatív szervezetek egész évben segítik a rászoruló családokat, embereket. A szervezetek a már hagyományos módon karácsonykor várják az adományokat. Több szervezet gyűjtési akció és program lehetőséget nyújt a felajánlásokra. Az ünnepek közelettével a Magyar Vöröskereszt adományokat gyűjt karácsony előtt. A gyűjtési akciókon túl látványos programokon is várja a szervezet a felajánlásokat, illetve a már ismert 1359-es adományvonal fogadja a hívásokat. Az adomány szó SMS-ben való elküldésével 250 forinttal lehet segíteni a humanitárius szervezet téli munkáját. Ruhákkal, használati tárgyakkal, játékokkal és tartós élelmiszerekkel segítik a rászorulókat. A hétvégén az egyik nagyobb bevásárlóközpontban a szervezet önkéntesei élelmiszereket fogadtak el, amelyet 10 000 családhoz juttattak el a területi szerveken keresztül. Az Adomány Express nevű felhívás keretében a készpénz mellett leginkább tartós élelmiszereket, édességeket, játékokat, könyveket, valamint háztartási szereket és ruhákat várnak. A karácsonyi adománygyűjtésbe helyi vállalkozások is bekapcsolódnak. Szarkáné Kövi Márta, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Vannak friss élmények, hiszen a hétvégén voltak ezek az adománygyűjtő akciók, illetve nagy részük a hétvégén volt, főleg az élelmiszergyűjtés. Milyen volt az aktivitás itt a megyében? Nagyon jó volt az aktivitás, tehát december 4-től már nagy üzem van a Vöröskeresztnél. Ugye akkor kezdődött az egyik nagy bevásárló központban az a program, ami 22-éig tart, és akkor ugye minden nap 10-től 18 óráig és 20 óráig lehet hozni az adományokat. A hétvégén 4 nagy bevásárlóközpont, tehát ugyanannak a cégnek a 4 áruházában volt gyűjtési akció, nagyon sikeres volt, ez 2 napos volt, 11 és 12-e, majdnem 1 tonna élelmiszer gyűlt össze a 4 áruházban, és ami nagyon különleges, hogy a vidékiekben nagyságrendekkel több, Máté Szalkán, Nyírbátorban, Kisvárdán, mint például Nyíregyházán. Arra gondoltunk éppen, hogy valószínű, hogy Nyíregyházán több oldalról bombázzák az embereket, és több helyre kell eleget tenni a kéréseknek, talán ezért volt kevesebb, de itt is megelégedhetünk. Ezek az adományok ugye mind a karácsonyi csomagokba jutnak. Most már tudjuk, hogy az egyik nagy fordító iroda által indított program, a Szaloncukor Angyal című program is nagyon jól zárult. Ugye ez arról szólt, hogy akiknek ebben az évben fordításokat készítettek, ők 10%-ot felajánlottak a fordításért fizetett összegből, és ugyanennyit tett hozzá a fordító iroda is, így több mint 600 000 forint gyűlt össze, és ebből például Szabolcs megyének úgy döntöttek, hogy csak 10 megyét támogatnak ebből a pénzből, és Szabolcs megyének 10% jutott, tehát egy jelentősebb összeg. Ebből csak szaloncukrot veszünk, úgyhogy amikor holnap elkezdjük már osztani a csomagokat, be vannak hívva azok az emberek, akik írtak nekünk, és akik rendszeresen hozzánk fordulnak segítségért, akkor egy kis félmaréknyi szaloncukrot is fogunk tudni adni mindenkinek. Nagyon kellemes meglepetés volt itt Nyíregyházán, hogy a Kölcsey Ferenc gimnáziumtól kaptunk 100 darab dobozt. Ezek a dobozok nagyon színvonalas ajándékokkal vannak tele, úgyhogy azt gondolom, a gyerekek nagyon megértették a lényegét, hogy mit is jelent egy ilyen doboz ajándék. Azt gondolom, hogy azok a fiatalok és gyerekek, akik ezt meg fogják kapni, nagyon boldogok lesznek. Barbie babákat is láttam bennük, tehát nagyon-nagyon értékes dolgok is vannak bennük. Azon kívül a BEM általános iskola is gyűjtött nekünk, ők is több 100 kiló élelmiszert hoztak már be a Vöröskeresztbe. No, tehát megmozdultak a cégek, megmozdultak a magánemberek, és a gyerekeket is arra nevelik ezzel, vagy afelé irányítják, hogy ilyenkor adományozni jó, jó szívvel illik. Viszont hová jutnak el ezek az ajándékok, a felajánlott élelmiszerek, ruhák, játékok, stb. Nagyon sok rászoruló van ebben a megyében, de más megyében is. Önök szokták ezt mindig elmondani, hogy igény van ezekre az ajándékokra, felajánlásokra.
Nagyon sok kérvény érkezik ilyenkor karácsony előtt hozzánk. Többnyire olyan emberek, akikről már tudjuk, hogy nehéz sorsúak, és olyan helyzetben is vannak, hogy nem valószínű már, hogy valamivel, tehát nem valószínű az, hogy olyan helyzetbe kerülnek, hogy sokkal könnyebb lesz az életük, tehát már a szervezet működési körén belül vannak. Azon kívül meghatároztunk célcsoportokat, az idős embereket, főleg az egyedül érő idős embereket kerestük meg, megkeressük a gyermeküket, egyedül nevelő anyákat, a nagycsaládosakat, természetesen a roma családokat, és akik írtak hozzánk, azok most kapnak tőlünk segítséget. De általában ez úgy szokott lenni, hogy ugye az adománygyűjtés 22-éig zajlik. Na most 22-én amit gyűjtünk, azt már ki nem tudjuk kicsomagolni, nem tudjuk kiértesíteni az embereket, tehát körülbelül amit az utolsó 4-5 napban gyűjtünk, az megmarad a karácsonyi és szilveszter közötti időszakra, mert ügyeletet tartunk a két ünnep között, valamint a január elejé nagyobb hidegekre, arra az időszakra, amikor be kell avatkozni és valamit kell tenni, de akik beteg gyereket nevelnek, azok például a Jövő Alapítvány adományából 85 értékes csomagot kaptunk Budapestről, a beteg gyermeket nevelő családoknak tudunk juttatni, és a támogató szolgálatunk klienseinek, tehát bőven van ellátandó terület. Működik az önök adományvonala, amire ugye folyamatosan lehet küldeni a felajánlásokat, ezt a téli időszakra szánják, a téli időszakra fordítják. Abszolút. Konkrétan mire használják föl ezeket a felajánlásokat? Az adományvonal mindig azokra a nagy feladatot jelentő programokra működik. Ugye ez a vonal budapesti, tehát országos, ami éppen nagyon aktuális a mindennapi életben. Tehát amikor elkezdődött a migrációs nyomás, akkor arra gyűjtöttünk és arra fordítottuk a pénzt. Majd amikor jött a karácsony, tehát ez már október vége, akkor arra fordítottuk. Például nem tudta a Vöröskereszt, hogy a fordító iroda kliensei mennyien lesznek adakozóak, mennyi pénz fog összegyűlni, ezért ennek a szaloncukor angyalnak a kiegészítésére is szándékában volt az országos igazgatóságnak, hogy fordít valamennyi pénzt, de most már kimondottan csak a karácsony az, amire fordítódik, és majd januártól pedig a téli hideg által okozott nehézségek, problémák megoldására. Elfelejtettem még mondani, hogy nagyon sokat jelentett nekünk a Magyarok Kenyere program, a 2000 kg liszt, mert akkor ez azt jelenti, hogy annyit nem kell megvásárolnunk az összeperselyezett pénzekből, vagy azokból a támogatásokból, amit nagyobb nyíregyházi cégektől és az önkormányzattól kaptunk. Tehát a Magyar Vöröskereszt ebben az évben is szépé vagy szebbé teszi nagyon sok család karácsonyát. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és a felajánlásokat természetesen még várják a következő napokban, következő hetekben. Hogyne, egészen 22-éig várjuk. Köszönjük szépen még egyszer.